A busa horgászatának szerintem legfontosabb tényezője a megfelelő etetőanyag, amivel előállítjuk az álplankton felhőt. A busa planktonokkal táplálkozik, ahhoz, hogy a horgászhelyünkre, a horgunk közelébe csaljuk, elő kell állítanunk egy álplankton felhőt, és a horognak, a horogon lévő csalinak csak annyi a szerepe, hogy minél könnyebben a busa szájába kerüljön a horog, de ő nem a csalit akarja megenni, hanem ezt az álplankton felhőt szívja, és így kerül teljesen szabályosan a szájába a horog. A jelenleg forgalomban lévő etetőanyagok, többek között az én két etetőanyagom is, fenekező módszerhez lett kifejlesztve, ami lentről dolgozik fölfele, és úgy csalogatom oda a busát a horgomhoz. Viszont az úszós módszernél ez nem igazán eredményes, mert ha egy méteres vízmélységű eresztékkel bedobok, hát max küszöket tudok még oda csalogatni, úgyhogy olyan etetőanyagot kellett kitalálnom és kifejlesztenem, ami lefele és oldalirányba működik, oldalirányba elviszi az áramlat, a víznek a mozgása, és úgy csalogatja oda a busát. Rengeteg kisebb-nagyobb videó foglalkozik ezzel a témával, az úszós módszerrel. Mi Szabolcsal leszűrtük, hogy mi az, ami szerintünk eredményes lehet, és kettőre szűkítettük a nagy-nagy repertoárt. Az egyik, egy úgymond, mi úgy neveztük el, hogy kereső busa horgászat. Itt az úszó alatt csak a kosár és a horgok találhatók, szabadon változtathatjuk a vízmélységet, és nincs a fenékhez lerögzítve. Nagyon eredményes volt, sok busát fogtunk vele. Viszont olyan időszakban, amikor fúj a szél, vagy áramlik a víz, netalántán nagy távolságba kell horgászni, hiszen nagy távolságról már csak a zsinór is visszahúzza az úszónkat, kellett egy olyan megoldást találni, ami le van rögzítve. Itt vettük alapul a harcsa horgászatból, a stupekos horgászatból a ólommal lerögzített stupekot, és készítettünk egy ilyen horgász készséget is, egy olyan szereléket, amivel bármilyen időszakban, bármikor tudunk horgászni. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt 5 évben Szabolcsal sikerült összeállítanunk most már egy olyan komplex busázó módszereket, amivel folyókon, állóvizeken, szélben, napsütésben, reggel, este, bármikor eredményesen fogható a busa. Legyen ez úszós vagy fenekező módszer, de a kettőnek a kombinációja az igazi. Szerintem az igazi délelőtt fenekezni, délután pedig úszózni.